Sziasztok, Fanni vagyok, és a mai videóban azokról az animékről fogok mesélni nektek, amiket az elmúlt olyan 3-4 hónapban néztem meg. Mielőtt belevágnánk a videó témájába, egy kis tájékoztatás, hogy marha meleg van, éppen itt július közepén. A lakásom egyetlen élhető pontja az a nappali, ahol van klíma, de most a kedvetekért kikapcsoltam, hogy ne zúgjon, miközben felveszem ezt a videót. Úgyhogy szurkoljatok, hogy mire a végére érek, addigra ne melegedjen fel itt a 9. emelet, mert ez sajnos elég gyorsan meg tud történni. Szóval amúgy most ezért van az, hogy ilyen rendhagyó helyszínen van a videó, általában ugye a szobámban szoktam a könyvespolc előtt, és hogy van nálam egy jegestea, mert kell a túléléshez. És van nálam egy jegyzetfüzet is, amiből puskázni fogok, hogy milyen animékről kell beszélnem. A videó nagy részében egyébként 2024-es tavaszi szezonos animékről lesz szó, de nem teljesen. Lesz szó még egy téliről, amit megnéztem azóta, hogy felvettem az ilyen első negyedéves milyen animéket néztem videót, plusz néztem más animéket is, nem csak szezonosokat. Úgyhogy ez ilyen kicsit vegyes vágott lesz, de hát akkor vágjunk is bele. Az első, amiről beszélni szeretnék, az egy 2024-es téli szezonos anime, 13 részes, ez a The Wrong Way to Use Healing Magic. Ez egy nagyon tipikus isekai történet, ahol a főszereplő két osztálytársával együtt átkerül egy fantasy világba, és a főszereplőnek a gyógyításhoz lesz tehetsége, csak hogy itt a gyógyítókat egészen rendhagyó módon képzik ki, ugyanis ilyen, hát kb. Ilyen katonai kiképzéshez hasonlíthatnám, hogy milyen erőnléti edzésnek teszi ki a parancsnok a kis főszereplőnket, akinek már nem emlékszem a nevére, bocsánat, nagyon régen volt. Egyébként ez egy tök korrekt iszekály volt, tehát szerintem nem volt olyan gagyi, mint az átlag. Nem is mondom, hogy túlságosan kreatív és egyedi volt, de hogy ez a koncepció, hogy így a gyógyító mágiát kicsit máshogy használják, mint szokták, és nem az általános gyenge mellékszereplő karakter, aki néha-néha gyógyít, hanem hogy harcra használják fel, mondjuk arra, hogy ugye mivel gyógyító mágiája van, ezért amikor edz, akkor utána meggyógyítja magát, és akkor utána megint edz, és akkor így az izmai sokkal gyorsabban épülnek, mint alapból, hogyha meg kéne várni azt a normál időintervallumot, amit mondjuk izomépítéskor meg szoktunk várni. Ja, szóval, hogy ez egy ilyen tök érdekes koncepció volt, és jól szórakoztam rajta, szerettem a főszereplőt, szerettem a mellékszereplőket, úgyhogy ja, ez egy jó darab volt, hogy ha esetleg majd folytatják valamikor, akkor szerintem ezt folytatni fogom. Lesz egy népszerűtlen véleményem, ami most jön. Elkezdtem nézni a Mushoku Tensei-t, azaz a Jobless Reincarnation-t, amit nagyon sokan ajánlottak, és azt kell, hogy mondjam, hogy nekem ez nem tetszik. Elkezdtem nézni, és akkor nagyon ilyen The Beginning After The End feelingem volt. A The Beginning After The End az egy képregény, ilyen webtoon, és de nem koreai alkotós kivételesen. És én azt tökre szerettem, és itt az első néhány részben teljesen olyan érzésem volt, hogy valaki reinkarnálódik egy kisbabának a bőrébe, és akkor még varázsereje is van, és akkor fejleszti a varázserejét. Csak hogy itt annyira vegyesek voltak az érzéseim, mert egyrészt nagyon gyönyörű volt. Tehát nagyon gyönyörű volt az animáció, a látványvilág, a zene, az összerakása meg pláne, szóval tényleg ilyen szempontból csodálatos volt ez az anime, és egyébként tök nehéz témákkal is foglalkozik, mint mondjuk a depresszió, meg a bullying, meg egy csomó minden másról. Viszont amit nem bírtam elviselni, az itt a perverzió volt. Tehát, hogy a japán animékben alapból jellemző, hogy ilyen kicsit perverzebb, vagy ami a mi nyugati kultúránkban már nagyon perverznek számít, de hogy ott beraknak egy-egy ilyen megjegyzést, vagy hogy illetlennek számít. Viszont itt a főszereplő konkrétan perverz volt. Tehát, hogy az, hogy ő felnőtt férfi volt, és oké, hogy most kisgyerek, de hogy így a felnőtt férfi tudatával kisgyerekként ellopja a tanítójának a bugyját, és aztán így őrizgeti, meg az a kincse, hát
annyira gáz volt, és egy csomó ilyen volt az animében, és én kiégtem rajta. Tehát, hogy hiába voltak érdekesek a karakterek, hiába lett volna érdekes a történet, ez az egész annyira rányomta nekem a bélyegét, hogy én nem bírtam elviselni. Szóval, akik szeretik a Mushoku Tensei-t, azt én teljesen megértem, hogy miért szeretitek, én is látom az értékeit, de nekem ez így nem, sajnálom. Tehát, hogy én ezt feladtam valahol a második évad közepén, végén. Nem tudom pontosan, mert nem emlékszem pontosan. Az a lényeg, hogy szerintem elég sokat megnéztem ahhoz, hogy állíthassam, hogy sajnálom, de nekem ez így nem. És akkor most jön néhány darab ténylegesen 2024 tavaszi szezonos alime. Az első, amit elkezdtem nézni, az a God's Game We Play. Ez azért tetszett nagyon, mert egy olyan világban játszódik, ahol az istenek játékokra hívják ki az embereket, és minden ilyen kihívott, akinek ilyen különleges képessége van, annak 10-szer kell nyernie, és akkor az istenek teljesítik a kívánságját, viszont 3 veresség után elveszti a képességét, és akkor utána már nem vehet részt ezekben a kihívásokban. És a főszereplőnk jelenleg néhány győzelemmel és 0 verességgel van, és egy ex-istennővel kerül össze, akivel együtt kell játszaniuk, ez az ex-istennő szeretne visszakerülni az istenek világába. Szóval, hogy kb. Ez az alapsztori, és akkor így ilyen csavaros, eszű főhősnek kell ugye teljesítenie ezeket a kihívásokat, így legtöbbször az eszét használva. És nekem ez azért tetszett nagyon, mert nekem nagyon hajazott, így érzetre, leírás alapján a No Game No Life-ra. És sajnos csalódtam, mert sokkal gyengébb, mint a No Game No Life. Úgyhogy, hát, nem azt mondom, hogy véglegesen dobtam, de hogy mondjuk egy ilyen 5-6 részt néztem meg belőle, és aztán úgy elvesztettem az érdeklődésem, és utána így nem folytattam, ezt egyébként így hetente néztem. Úgyhogy én nem állítom teljes egészében, hogy teljesen kizárt, hogy én ezt be fogom fejezni, de nem valószínű, hogy a közeljövőben, vagy nem is tudom, de ha a közeljövőben nem fejezem be, akkor meg soha. Ja, szóval inkább azt állítom, hogy valószínű, hogy nem fogom befejezni. Amúgy nem katasztrófa, tehát, hogy az a típusú anime, ami nem volt elég jó ahhoz, hogy minden héten felkeltse és fenntartsa az érdeklődésemet, viszont hogyha egyben néztem volna meg, akkor valószínű, hogy egyben meg bedaráltam volna azt a 12-13 részt. A következő a The Irregular at the Magic High School, vagy a Mahoka, Norettusai, nem tudok japánul, ez látszik. Ja, szóval én ennek az első évadát annyira szeretem, annyira odáig vagyok, de jó, ez a testvérszerelem rész, ez nem tetszik benne. Itt egyébként annyi a sztoring, hogy egy modern világban vagyunk, ahol van mágia, és egy ilyen mágikus középiskolában járnak a főszereplőink, és a főszereplő srác és a 9 hónappal fiatalabb húga a két főszereplőnk, de inkább a főszereplő srác a főszereplő, Tatsuya, és hát Tatsuyát mindenki lenézi, mert hogy egészen máshogy működnek a képességei, mint a legtöbb embernek, de közben meg Tatsuya marha OP, az OP egyébként overpowered-at jelent, tehát hogy nagyon-nagyon erős ez a az Isten szint, tehát hogyha rákerestek, hogy Gocuja, akkor őt fogjátok megtalálni. Ja, szóval, hát igazából ennyi az alapsztorink, és akkor a csaj, ő bele van zúgva a bátyjába, fordítva egyébként szerintem nem van, nincs ez, mármint védi a húgát, meg szereti, de hogy nem szerelemmel szereti a húgát, mert amúgy érzelmekre se nagyon képes, bizonyos okok miatt, na mindegy. A lényeg az, hogy én az első évadot nagyon szerettem, mert szerintem tök kreatív volt a mágia rendszer, szerettem a mellékszereplőket, jó volt a történet, jó volt a pacing. Viszont a második évaddal már így el voltam, és ez a harmadik évad sem volt sajnos erősebb. Az még mindig igaz, hogy nagyon jók a mellékszereplők, viszont annyi van belőlük, hogy egyszerűen senkit nem tudunk annyit látni, amennyit kéne látni, és valahogy nagyon béna volt a történetvezetése ebben ennek az évadban. Maguk az események érdekesek lettek volna, csak valahogy az, hogy mennyi időt szántak az egyes karakterekre, mennyi időt szántak az egyes eseményekre, a feszültségépítés nem volt ott, ahol kellett volna, tehát hogy ez így béna volt, és ami nagyon idegesített ebben az évadban, hogy eddig Miyuki, a húg, ilyen semleges karakter volt a számomra, és ez az évad elérte, hogy
mindig, amikor Miyuki megszólalt, akkor felsóhajtottam, hogy hú, de utállak téged. Ez a szint. És én ilyet nem nagyon szoktam, főleg nem egyébként pozitív női karaktereknél, akik nem negatívak, de nála katasztrófa. És tényleg, amilyen vinnyogban mondja, hogy Onisama, nem is tudom utánozni, borzasztó, és ez az a nyugodt, magas hangja, ami mindig beszél, de hogy így a falat kaparom már tőle, nagyon durva. Úgyhogy, ja, ez kiakasztott, én Tatsuját még mindig szeretem, de nem tudom, hogy képes leszek-e még ezt folytatni. Mert amúgy érdekelne a folytatás, de attól is félek, hogy mi van, hogyha ezek tényleg összejönnek. Én nem néztem spoilereket, mert nem szeretem a spoilereket, úgyhogy nem néztem utána, hogy mi fog történni. De hogyha valami ok miatt a mangaka összehozza őket, azt hiszem manga az eredeti, vagy light novel az eredeti, nem tudom, mindegy, az a lényeg, hogyha az író összehozza őket, ezért felmondok, nem tudom. Mondjuk igen, a legrosszabb, ami történet, hogy abba hagyom a nézését, mert amúgy tök egyedi a világ tényleg, meg jó a mágia rendszer, meg nagyon jó, hogy milyen különleges képességű mellékkarakterek vannak, szóval, hogy ezt meg tökre lehet élvezni, meg azt is nagyon lehet élvezni, ahogy Tatsuya egyetlen lövéssel így a nullára le ki eltörül a földszínéről bármit. Tehát, hogy ez is tök király, meg amúgy tökre érdekelne majd, hogyha lesz ilyen leszámolása nagynényük és Tatsuya között, mert remélem, hogy lesz, szóval, hogy ezt így tökre megnézném. Csak én nem tudom, hogy képes vagyok-e még Miyukit elviselni. Ez a problémám. Jó, akkor most elvezzünk pozitívabb vizekre. Végre mondhatom azokat, amiket szerettem, igazán szerettem, amúgy kezdhettem volna azokkal, amiket szeretek, csak valahogy nem tudom, milyen sorrendben írtam fel őket. Ja, szóval most jön egy, amit én nagyon-nagyon megszerettem, ez pedig a Windbreaker. Ennek már az első része után azt mondtam, hogy ez tetszik, ez nagyon jó, és aztán végignéztem, és utána pedig elkezdtem olvasni a mangát, hát onnan, ahol az anime abban maradt, de amúgy azóta már megvettem az első kötetet, azért, hogy meglegyen a polcomon. Ja. Szóval a Windbreaker-nek a főszereplője egy középiskolás srác, Sakura, aki most kerül be a Furin nevű középiskolába, és azért jelentkezett oda és költözött oda, mert az ilyen híresen verekedős iskola, és Sakura nagyon szeret verekedni, és a fura hajszíne, tehát hogy ilyen felemás a hajszíne, meg felemás a szeme miatt, őt mindig csúfolták és sose fogadták el. És akkor így úgy gondolja, hogy akkor a belekerülés által majd ő így felkerül a Furinnak a topjára, tehát ő lesz ott a legjobb harcos és a vezető, csak hogy azzal kell szembesülnie, hogy a Furinban egy olyan banda működik, ami így az egész iskola gyakorlatilag, és hogy tök jól szervezett szervezetről van szó, van egy vezető, és négy osztagban vannak osztva, mindegyik osztagnak van egy vezetője, meg két segédvezetője, szóval, hogy így tök jól fel van építve a cucc, és hogy ezt így Bofurinnak nevezték el magukat, és hogy ők segítik a városnak a lakóit, így minden apróságban, akárha egy elveszett macskát kell megtalálni, akárha csak cipekedni kell, de a gonosz bandákat is szépen szétverik, hogyha esetleg vegzálnák a városlakóknak a biztonságát. Szóval, hogy így teljesen megváltozott a Furin ahhoz képest, amire Sakura számított. És hát igazából a sztori az annyi, hogy kerül be Sakura ebbe a suliba, hogy fogadják előtt, hogy fejlődik, hogy lesz egyre erősebb, hogy jön rá arra, hogy amúgy neki barátai is lehetnek, és hogy megvédje a barátait, és hogy gyakorlatilag tényleg az útját nézhetjük végig a topra, bár egyébként én még messze nem tartok ott, meg egyébként szerintem a manga se tart még ott, messze nem, de hogy az útját nézhetjük végig a topról, csak egész más, hogy mint amire számítottunk, és amúgy egyébként Sakura egy nagyon jó lelkű gyerek, csak hát ugye szegénynek korábban nem nagyon voltak ilyen pozitív kapcsolatai. Ja, szóval ezt nagyon szeretem, ez egy nagyon jó anime volt. Egyébként van benne egy fehérhajú OP karakter, aki ugyanaz szinkronizált, mint a Gojo-t, szóval ja, ez is bejött, de egyébként nem ő lett a kedvenc karakterem, úgyhogy tök fura. Az első évadból Sakura a kedvenc karakterem, és aztán a mangából pedig van egy mellékkarakter, akit én nagyon megkedveltem. Úgyhogy, ja, nagyon szeretem, ez nagyon jó volt, tényleg. Nagyon jók voltak a harcjelenetek,
nagyon jó volt. A srácok közti kapcsolat jó volt, az üzenet jó volt, a zene, minden jó volt, tényleg. Ez egy nagyon nagy piros pont ennek. Akkor jöjjön még egy pozitív, a Tsukimichi Mol Knit Fantasy. Erről egyébként beszéltem már az előző videómban, hiszen ez egy olyan anime, ami két szezonon keresztül futott, a télin és a tavaszin. A téli videómban is említettem, hogy én nagyon szerettem ezt a darabot, hogy ez egy nagyon jó isekai sztori, amiben a főszereplő átkerül egy másik világba, de mivel csúnya az arca, ezért az istennő nem fogadja el a saját hősévé, hanem így száműzi, és így a mindenféle szörnynek lesz a vezetője, de egyébként egy nagyon jó indulatú gyerek. Amúgy ebben a srác egy picit se pervers, ez nekem egy nagyon-nagyon nagy pluszpont volt, inkább kis ártatlanka, pedig egyébként van két nagy mellő karakter, akik, na hát, közösülnének vele, legyünk ilyen közönségesek, de hogy ő ezt inkább figyelmen kívül hagyja, szóval, hogy ez így tökre bejött. Egyébként én szeretem azt a két női karaktert, nem arról van szó, hogy nem, csak nyilván amúgy férfiaknak írták őket, nem nőknek, mindegy. De hogy amúgy ez egy tök jó sztori, érdekes, vicces, jók a harcjelenetek, nem azt mondom, hogy ilyen nagyon extra-extrás, de hogy ez határozottan a jobb iszekályok közé tartozik, szóval én így meg voltam elégedve a második évadnak a második felével is. Ájjajjaj. Szerintem most iszok egy-két kortyot, mert most fogok beszélni. És még nem beszéltem a szezon animéjéről, amivel kapcsolatban szerintem senkinek nincs vitája, hogy mi a szezonnak a legjobb animéje, vagy legalábbis a legnépszerűbb animéje, legjobban valószínűleg vitatkozhat valaki, a legnépszerűbbel viszont nem. Ez pedig a Kaiju No. 8. A Kaiju No. 8-tel kapcsolatban, amikor én először hallottam róla, akkor azt mondtam, hogy oké, de amúgy engem ez annyira nem érdekel, jó az alapkoncepció, de hogy hát ilyen szörnyes izé, szörnyörös izét már annyiszor láttunk, hát na. Annyi az alapsztori, hogy egy olyan világban vagyunk, ahol vannak ilyen óriási szörnyek, a kaijuk, és őket ölik azok, akiknek ez a feladata, és van takarító brigád is, akik meg eltakarítják a kaiju tetemeket, miután véget ért a harc a városokban. És a főszereplőnk, Kafka, mindig is kaiju írtó szeretett volna lenni, és a gyerekkori barátjával, Mirával megfogadták, hogy ők majd együtt ölik a kaijukat, csak hogy Kafka sosem ment át a vizsgán. Ezért aztán, hogy tegyen is valamit, így a társadalomért beállt a takarító brigádba, és hát itt dolgozik, tehát hogy ennyi volt az alapkoncepció, hogy a takarító brigádban dolgozik a főszereplő, és most lelövöm, muszáj lelőnöm hozzá ahhoz, hogy beszélni tudjak erről az animéről, az első évad első részének spoilerét, tényleg ez csak egy részt, spoilerezek el. Ha nem akarjátok ezt hallani, akkor ugorjatok a timestamp-ben a következő részre. Ja, szóval, hogy eleget húztam az időt, tehát annyi, hogy Kafka képes lesz majd kaijuvá alakulni egy bizonyos esemény után. És ugye ez azért eléggé felrázza az eseményeket, és felemelik a korhatárt a kaiju írtós jelentkezéshez, úgyhogy Kafka újra megpróbálja, és ezúttal sikerül bekerülnie egy másik karakterrel együtt, Renóval együtt, akivel együtt jelentkeznek, de egyébként Renó Ichikawa, pontosabban Ichikawa Renó, sokkal fiatalabb, mint ő, szóval, na, mindegy. A lényeg, hogy együtt kerülnek be a takarító brigádból a hármas egységnek a kiképzésébe, meg a soraiba, és hát itt ugye ölnek kaijukat, jön mindenféle egyre erősebb kaiju, aztán így a hadseregnek a keretében is megismerünk nagyon érdekes mellék karaktereket, akár a többi kadét körében, akár pedig a tisztek körében, és ja, ez egy ilyen harcolós anime, de iszonyat menően harcolós anime, és annyira jó volt a zene, annyira jó volt az animáció, tök érdekes volt a történet, logikus volt. Oké, nem találta fel a spanyol viaszt, de ami ott volt benne, minden kliséjével együtt, az zseniális volt.
És ami a legjobb benne, hogy nagyon szerettem az összes karaktert. Tényleg. Kafka nagyon jó főszereplő szerintem. Ez a mindenki bátyja főszereplő, szóval nekem is kb. A nem létező bátyám. És tényleg, ahogy így összefogja a csapatot, és hogy annak ellenére, hogy amúgy így nagyon-nagyon tehetségtelen a kaiju írtáshoz. Jó, hát amikor kaijuvá alakul, akkor nem, mert akkor baromi erős. De hogy amúgy ember alakban nagyon tehetségtelen a kaiju írtáshoz, de mégis hasznossá tudja tenni magát, motiválni tudja a többieket, össze tudja tartani a többieket, szóval, hogy nagyon nagy piros pont neki. És ha még szeretném kiemelni Ichikawát is, én őt is nagyon szerettem, az ő hozzáállását a dolgokhoz. Nagyon szerettem Hoshinát, aki a Vice Captain, tehát a kapitány helyettes ebben az osztagban. Neki amúgy a harc stílusa az ilyen kétpengés harc stílus, ami szerintem marha menő volt, ilyen közelharci harc stílus, és amúgy neki még a személyisége is nagyon vicces volt. Tehát, hogy Kafka kb. Csak azért került be, mert Hoshina szórakoztatónak találta őt, és ezért vették fel őt ilyen próbaidős kadétnak. Szóval, hogy a Hoshinának a mosolya az szenzációs. Nekem egyébként ebben a 12 részben ő volt a kedvenc karakterem, viszont ezt így mondta a Books Flying Around csatornáról, hogy van valaki, akit jobban fogok szeretni, mint Hoshinát, így a mangában. És az a szitu történt, hogy a 10. rész után nem bírtam tovább, és elkezdtem olvasni a mangát, ugyanis nagyon gonosz volt a 10. rész vége, aki látta, azt tudja, és egyébként már előtte is nagyon viszketett a kezem, hogy én tudni akarom, hogy hogy folytatódik ez a sztori, mert hogy nagyon érdekes a sztori, és nagyon tetszik, csak úgy voltam vele, hogy megvárom az animét, amíg lehagyják ezt a 12 részt, türelmes vagyok, kibírom, hát nem bírtam ki végig, de amúgy a 10. rész végéig is tök büszke vagyok rá, hogy sikerült. Ha, bocsi, nyugószünet. És nagyon, nagyon szenzációs volt a manga is, és akkor ott pedig Esztinek igaza volt, és tényleg lett egy sokkal fannisabb karakter, Gen Naromi, aki csodálatos szintén, de mivel most így az animékről beszélünk főként, ezért akkor most nem megyek be arra a mangának a részleteibe. Egyébként Mirát is szeretem, a kapitányt, szerintem ő is egy tök jó karakter, meg Shinomiya is tök jó karakter, úgyhogy mindenki tök jó karakter, és nagyon szeretem így a kapcsolódásokat, meg a párosokat, amik vannak így a kaijuban, és nem a romantikus párosokra gondolok, hanem ez a bajtársias páros, vagy egyéb páros, mint mondjuk Hoshina is valaki, ami manga spoiler, szóval, hogy azt úgy nem árulom el, de hogy pöpec, nagyon-nagyon pöpec. Úgyhogy csodálatos volt ez az anime, hogyha szeretitek a shonent, akkor mindenképpen tudom ajánlani. És bocsánat, de muszáj volt felvágni a mangáimmal, én egyébként a Manga Pluszon olvastam el a részeket, ami egy teljesen ingyenes és legális oldal, pontosabban akkor ingyenes, hogyha csak egyszer nyitsz meg egy fejezetet az éppen futók között, amúgy, hogyha többször meg akarod nyitni, akkor fizetned kell érte. Na mindegy, az a lényeg, hogy ott olvastam el, de annyira csodálatos volt, hogy meg kellett rendelnem, úgyhogy megrendeltem, és itt van. Itt vannak ezek a gyönyörűségek, ezek a kaiju mangák. Nagyon-nagyon szépek. Nagyon szépek. Tényleg. Tényleg. Amúgy így tudom, hogy ez egyébként egy anime összegzős videó, de hogyha már itt vannak ezek a drágosságok, akkor én így egyesében megmutatom nektek, csak hogy ha már valakit érdekelnek az animék, és érdekli, hogy mit dumálok itt, akkor így gyönyörködjön csak, tényleg, tehát hogy ezt így muszáj egyesével felmutogatnom. Teljességgel muszáj. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Ja, szóval ennyi van, és sajnálom, hogy angolul csak 10 jelent meg eddig, például olaszul már 11 megjelent, féltékeny is vagyok Renire, aki megvette őket. De én csak angolul tudok, úgyhogy ez van. És egyébként megvettem a Mondokon a Wildbreaker-nek az első részét. Szerintem majd beszerzem a többit is, csak így egyelőre egy kötet elég volt, meg egyébként a Mondokon kicsit drágábbak a mangák, mint hogyha internetről rendelném, úgyhogy csak valami vásárfiát akartam, ami így animéhez köthető, és akkor ezért vettem meg a Wildbreaker-t. De többi kötetet meg majd megveszem online, hogyha valami mást is vennem kell még. Majd így szépen lassan beszerezgetem őket. Na, szóval a felvágok a mangáimmal kitekintés után haladjunk tovább, csak még iszok, mert már kezdek berekedni.
Újabb iszekály következik, hogyha eddig nem tudtátok, akkor már tudjátok, hogy szeretem az iszekályokat. És igen, még nem ejtettem szót az évad iszekály animériéről. Jó, most akkor vitatkozhatunk, hogy a Mushoku Tensei-nek a legújabb évada, vagy a Slime-osnak a legújabb évada az, ami így az évad iszekály animéja volt, de mondjuk én most így a Slime-osra reflektálnék, mert én azt nézem és én azt szeretem. Tehát igen, megnéztem a Slime-os anime, és bocsánat, de most nem mondom végig a címét, majd jól leírom a leírásba. Tehát a Slime-os anime, én még akkor láttam az első két évadot, amikor éppen csak kijött a második évadnak a vége, és akkor én azt úgy bedaráltam, de már semmire nem emlékeztem belőle, hiszen azóta eltelt vagy 4 év, lehet több is, nem tudom. Ezért úgy döntöttem, hogy akkor újra nézem az első két évadot, és egyébként így újra nézve is tetszett, viszont néha a tempójával voltak problémáim, tehát hogy azért az én ízlésemhez képest kicsit sokat ettünk, meg kicsit sokat ültünk az onsai-ban, ami ez a japán fürdőcucc. Maradjunk annyiban, hogy volt, hogy tekertem egy picit. Csak egy picit. De a harcolós részeket még mindig nagyon szerettem, nagyon szeretem a karaktereket, szerintem jó a humora, és akkor így vágtam bele a harmadik évadba. Jelenleg kb. Up-to-date vagyok, lehet, hogy pár résszel le vagyok maradva maximum, de hogy ez olyan lemaradás, hogy úgyis majd be fogom hozni és megnézem egybe. Ja, szóval nagyon szeretem a harmadik évadban, amikor történik is valami. Például amikor Diablo harcolt, az pöpec volt, meg amikor Hinata ellen harcoltak, nekem az is tökre bejött. Ami nem tetszett, vagy nem tetszik ebben az évadban, hogy amikor harcolunk, az tök jó, amikor így történnek az események, az nagyon jó, de nagyon sok szünetet hagyunk. Tehát, hogy nézzük, ahogy az egyes számú ellenség ármánykodik, nézzük, ahogy a kettes számú ellenség ármánykodik, nézzük, ahogy a főszereplők tartanak haditanácsot, és így volt, hogy megszámoltam, hogy amúgy így 3-4 részen keresztül csak beszélgetés és haditanács tartás volt, ami már majdnem egy filmnyi beszélgetés és haditanácsozás volt, és hát nyilván közben ettünk is, megfürdőztünk is, szóval szerintem lehetne a pacing egy picit jobb, de egyébként meg tényleg nagyon sok információt kell átadni, meg nagyon sok a karakter, akit meg kell jegyeznünk, úgyhogy nem tudom, hogy lehetne ezt jól csinálni, de hogy nekem néha volt, hogy már kicsit azt éreztem, hogy amúgy én azért vagyok itt, hogy menő harcjeleneteket nézzek, mert amúgy ebben azért nincsenek nagy, mély témáknak a feldolgozása, mint mondjuk a másik iszekálynak, amit említettem, hogy amúgy bizonyos okok miatt nem szerettem. Itt azért csak harcolunk, főleg, tehát, hogy ez egyáltalán nem egy mély cucc. Szóval ennyi az egyetlen kritikám vele kapcsolatban, de amúgy meg tényleg tök szórakoztató, csak tényleg az azért nem jó, hogy amúgy vannak részek, amik simán áttekerhetőek. És ugyanúgy teljesen érted, hogy mi történik. Úgyhogy mondom, hogy ha én lennék ennek a szerkesztője, vagy a dramaturg, akkor én lehet, hogy egy kicsit máshogy csinálnám, máshogy írtam volna meg az ívét. Nem tudom. Minden esetre amúgy élvezem, szeretem. Nagyon ritka, hogy újra nézek egy animét, mostanában meg főleg. Úgyhogy megérdemelte ez, csak nem tudom. Csak tudok róla kritikát mondani. Tehát, hogy annyira nem jó, hogy ne tudnék. Oké, és még egy iszekály. Ez pedig a The New Gate. Ezt azért kezdtem el, mert feldobta a Crunchyroll, és nem tudom, éppen így nagyon ráértem, hogy így berakjam úgy, csak úgy, hogy kaja mellé, vagy valami mellé. És akkor érdekesnek találtam azt, hogy azt írták, hogy amúgy nagyon tipik iszekály, erős főhőssel, és amúgy én ezzel tökre el vagyok. Hát elkezdtem nézni, és amúgy tetszett a történet. A történet szerint egy játékba kerülnek be, ragadnak bele a főszereplők egy VR játékba, mint mondjuk a Sword Art Online esetében, és akkor a főszereplő srác kivégzi a főbosszt, és utána a helyet, hogy visszakerült volna a saját világába, a helyet átkerült a játék világába, de immár nem ilyen sima játékosként, ahogy korábban, tehát nem ilyen death game-ként, hanem így bele iszekályosodott, tehát hogy valósággá vált a játéknak a világa. Erről egyébként nem tudtunk meg többet,
És ebből az animéből is csak egy ilyen 5-6 részt néztem meg, egész élveztem, úgyhogy érdekelt a sztori ilyen két rész után, elkezdtem olvasni a mangát, mert azt írták, hogy a manga jobb, mint az anime, és amúgy ez szerintem igaz is, a manga jobb, mint az anime, több részlet benne van, meg azért az anime az elég olcsóra sikerült, tehát az animáció is, meg a zene is azért olcsó, de így a mangának ugyan 60 fejezetén átjutva is azt tudom mondani, hogy amúgy ebben nincs semmi extra, nem értem, hogy hova tartunk, mert nagyjából úgy érzem, hogy sehova nem tartunk. A főszereplőnk marha erős, de hogy annyira erős, hogy igazából semminek nincs jelentősége, mert hogy igazából még nem is láttuk őt teljes erejében harcolni, és így is sokkal-sokkal erősebb, mint mindenki más abban a világban. Úgyhogy tetszik egyébként ez az eltitkolom a teljes erőmet tróp, de közben meg picit az van, hogy picit súlytalan az egész, és nem tartunk sehova. És így nem tudom, egyszer csak így beleuntam és abba hagytam. Az animét meg szerintem nem fogom folytatni. Nem mondom, hogy katasztrófa volt, de nem is volt jó. Oké, és akkor ezzel végigértünk a szezonos animéken, amiket néztem, és még van más egyéb anime, amiket ezek között megnéztem. Kezdeném a My Love Story with Yamada-kun at level 999. Ezt a sztorit is Eszti ajánlotta nekem. Pontosabban ezt ő ajánlotta nekem. Ez egy romantikus történet, mindössze 12 vagy 13 rész. A főszereplő lányjal éppen szakít a barátja, és megismerkedik egy gamer sráccal, Yamada-kunnal, és így a játékon belül is kontaktálnak valamit, meg a valóságban is, és amúgy tökre szerettem azt, hogy egyébként volt egy picike korkülönbség, a lány egy picit idősebb volt a Yamadánál, de hogy nagyon szerettem az egésznek a tempóját, hogy ilyen kedves volt, nyugodt volt, megismertük a mellékszereplőket, nagyon jó fejek voltak a mellékszereplők is, nagyon aranyos volt az egész történet, tényleg ilyen wholesome, nem tudom, hogy erre mi a magyar szó, de hogy ez a kedves, könnyed, pillecukros, ahogy így szépen lassan egymásra találtak, meg ahogy így végigvitték, hogy a lány ugye éppen keresztül megy egy szakításon, és hogy ebből a szakításból hogy lett aztán az, hogy túllép a szakításon, és aztán egy új szerelem. Tényleg ez egy nagyon kedves sztori volt, egy, hát a srác szerintem középiskola végén volt, a lány pedig egyetemnek az elején, úgyhogy jó volt, ez szerettem. Engem egyébként a gamer vonal húzott be, amiből viszonylag kevés volt, de ami volt, az tetszett és aranyos volt. Úgyhogy ez egy jó történet, ez nekem egy ilyen dara volt. Nagyon ritkán nézek romantikust, de amikor találok egy jó romantikust, akkor azért meg tud fogni. Ajaj, lassan elfogy a tám, nekem pedig még bőven van mondandóm. A következő áldozatom, amiről beszélnünk kell, az a Haikyuu, ez a röplabdás anime. Annyi az egész sztori, hogy a főszereplő Hinata bekerül a Karasuno középiskolába, és ott röplabdázni szeretne, és röplabdázik is, és hogy ők meg szeretnék nyerni a nemzeti bajnokságot, ilyen kis szolid álmaik vannak. És itt azt nézhetjük, ahogy srácok röplabdáznak, ami alapból nagyon unalmasan hangozhat, de a valóságban nagyon-nagyon izgalmas, és annyira jó, hogy minden karaktert megismerünk. Minden karakternek van egy tök érdekes háttértörténete, amit nagyon szépen adagol az anime, meg egyébként manga alapján készült, szóval gondolom magából a mangából vették át, de most beszéljünk az animéről, mert én azt láttam, tehát hogy nagyon szépen adagolja az anime a karaktereknek a háttértörténetét, nagyon szépen haladunk előre a főszállal, megismerjük a többi csapatot, akik ellen játszik a Karasuno, és hogy itt nem az van, hogy ilyen halálos ellenségek vannak, hanem ellenfelek vannak, és itt konkrétan van, hogy az ellenfelekkel barátok, de hogyha nem is barátok, de valamilyen szinten tudnak egymással kapcsolódni, és hogy az van minden meccs végére, hogy amikor a Karasuno nyer, akkor is szomorú vagyok, mert megismertük az ellenfél csapatot, megismertük az ő játékosaiknak a háttértörténetét, a motivációját, az érzéseit, és velük együtt szomorú vagyok, pedig egyébként szurkolok a főhős csapatunknak, de hogy mégis annyira így megmozgat érzelmileg, és tudok szimpatizálni, hogy ez zseniális, tényleg. Én egy karaktert se tudtam utálni az egész animéből. Nem lehet, egyszerűen lehetetlen. Oké, nem azt mondom, hogy mindenkivel azonos szinten tudtam kapcsolódni, de hogy utálni senkit nem utáltam. És ez is tök ritka.
így idegesíteni se idegesített senki. Aja, szóval, hogy csodálatos, az egész karaszunó csodálatos. Tegnap túlmelegedett a telefonom olyan 38 perc duma után, ami ebben a melegben annyira nem meglepő. Szóval abba kellett hagynom, és mire lehűlt volna, addigra már nem tudtam aznap folytatni, szóval így láthatjátok, hogy más a fájsom, és hogy újra van teám, meg újra van 100%-osan hangom. Azért, amikor dumálok több mint fél órán keresztül, kezd el menni, nincs ehhez hozzászokva a hangom, nem szoktam ilyen hosszan beszélni egyedül a videóban, úgyhogy tök jó, felfrissültem, nektek meg ez ugyanaz, tehát, hogy igen, vágjunk vissza ezután a kis kitekintő után, ahol tartottam. Tehát kb. Ott hagytam abba, hogy Hinata és Kageyama kapcsolatáról nagyon nagy szó esik az animében, és itt nem romantikus kapcsolatra kell gondolni, hanem egy ilyen baráti, bajtársi kapcsolatra, ahogy együtt röpiznek, és együtt motiválják egymást, és fejlesztik egymást, és nem ez a szándékos motiváció, hanem így, ahogy a másik hozzááll a dolgokhoz, abból akaratlanul is inspirálódnak, meg mondjuk ahogy Hinata megbízik abban, hogy Kageyama oda, pontosan oda küldi neki a labdát, ahova kell, az is zseniális, meg ahogy Kageyama fejleszti magát, és ő is megtanul fokozatosan bízni Hinatában, szóval, hogy ez így tök jó az egész, tényleg nagyon látszódik mindkettőjüknek a fejlődése, nem csak a sportban a fejlődése, hanem így mentálisan is, meg érzelmileg is, tehát, hogy nagyon-nagyon szerettem. Órákat tudnék beszélni a Haikyuu-ról tényleg, mert az összes karakter, tényleg ezt szerintem már mondtam, de hogy az összes karakter annyira jó, például a Karasuno-ban a 3/3 éves, szerintem, amikor én először néztem az első 3 évadot, akkor nem értékeltem őket annyira, de most nagyon-nagyon tudom őket értékelni. Tényleg, mondjuk ott van Asahi, akinek ilyen gangster kinézete van, és közben a legérzékenyebb lelkű az összes srác között. Meg nem tudom, meg például a 4. évadban volt egy olyan tök jó magasan funkcionáló autizmus reprezentáció, hogy csodálatos volt. Tényleg, az a karakter is csodálatos volt. És amúgy egy ilyen fél részben mutatták be, vagy egyre lehet egy egészet kapott, de hogy az is annyira tetszett, és tényleg minden nagyon tetszik, minden nagyon izgalmas, nagyon jó a zene, úgyhogy akik szeretik a shonen animéket, mondjuk azon belül is a sportanimeket, akkor ezt tudom ajánlani, de amúgy, hogyha nem szeretitek a sportanimeket, de a shonent igen, akkor szerintem a Haikyuu-val érdemes adni egy esélyt, mert a Haikyuu az ilyen, szerintem ilyen kapudrog a sport animékhez. Hogyha a Haikyuu nem tetszik nektek, akkor szerintem kicsi a valószínűsége, hogy bármelyik másik ilyen tipikus sport anime fog. De tényleg annyira csodálatos volt. Ja, és egyébként megnéztem a filmet is, tök nagy mázlim volt, mert eléggé lassan haladtam az újranézéssel a bokros teendőim miatt, de még adták az arénában, amikor eljutottam odáig, hogy megnézzem, úgyhogy elmentem, megnéztem, és a film is csodálatos volt, ahogy a Karasuno a Nekoma ellen játszott a Nemzetiben. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és igazából most ott vagyok, hogy nem tudom, hogy itt lesz-e folytatás animében, mert amúgy én szívesen nézném a folytatás animében, vagy igazából ne érdekeljen, és olvassam el a mangát, úgyhogy ezen még így kicsit vacilálok, de majd ezt még kitalálom, hogy mi legyen itt. Minden esetre a lényeg, hogy nézzetek Haikyuu-t. És egyébként tök vicces, mert a Haikyuu-val azonos héten néztem meg a moziban a Blue Lock epizód Nagi filmet. A Blue Lockot amúgy néztem meg hamarabb, és akkor rá pár napra a Haikyuu-t. És ez így elég viccesen jött ki, mert amúgy utoljára meg a Dune 2-nek voltam a premier napján, úgyhogy nem most voltam moziban utoljára, de tök jó, hogy animék miatt el lehet menni moziba, és szívesen el is megyek. Mondjuk most a Gundam Seed-et nem néztem meg, de mindegy, az most így kimaradt, nem volt rá energiám, tervem volt, csak aztán túl sok minden történt azon a hétvégén. Mindegy. Az a lényeg, hogy megnéztem a Blue Lock filmet is, és szerintem tök érdekes volt így Nagi-nak a szemszögéből látni az első évadnak az eseményeit úgy kb., hogy vele mi történt, hogy őt mi motiválja így mélyebbről, hogy mi hozta azt a döntést a
a film végén, meg így az első évad végén, amit meghozott, most így nem akarom elszpoilerezni az egészet, ha valaki még nem látta Blue Lockot és meg szeretné nézni. A Blue Lock egyébként egy focis anime, de nem az a tipikus focis anime, mint mondjuk amilyen tipikus röpis anime a Haikyuu, vagy amilyen tipikus kosaras anime a Kuroko no Basket, hanem eléggé meg van kicsit csavarva, tehát hogy ezt én inkább milyen fantasy focinak hívnám, sokkal inkább. Annyi az alapsztoria, hogy kitalálják, hogy csinálnak egy programot, a Blue Lockot, amiben kinevelik a következő japán sztárcsatát, és ezt úgy teszik meg, hogy meghívnak egy csomó tehetséges, fiatal, 16-17-18 éves srácot a Blue Lockba, és csak egy győztese lehet, aki csatárként bekerül majd a japán válogatottba, az összes többi meg nem játszott majd csatárként a válogatottban, vagy talán egyáltalán nem játszott a válogatottban, ezt nem tudom, nem emlékszem pontosan. A lényeg, hogy emiatt ilyen nagyon elmebeteg és kegyetlen rendszert találtak ki, ahol, hát mondjuk a kegyetlen az lehet kicsit túlzás, de azért úgy benne van, ahol mindenki saját magáért küzd, tehát hogy az egónak, a vezetőnek, a program vezetőjének az koncepciója, hogy minden csatár önző, és így a legegoistább lehet majd a legjobb csatár, aki így mindig arra megy, hogy gólokat lőjön. Szóval itt a játékosok egymás ellen vannak, azért valahogy mégis meg kell tanulniuk koordinálni egymással, mert nem egyéniek a kihívások, de hogy így egymást fejlesztik, és akkor amikor összeáll a kirakós, nekik akkor így fejlődnek, szóval hogy tök jó ilyen fejlődős cucc, és tényleg azt tudom mondani, hogy ha nem szeretitek a tipikus sportaniméket, akkor szerintem ez tetszhet, mert ez inkább ilyen shonen és már-már fantaziba hajló tényleg, mert hogy olyan trükköket tudnak ott a srácok csinálni, amiket a legkirályabb focista a világon fénykorában se tudott megcsinálni, és itt meg a japán tini srácok simán lenyomják. Úgyhogy ez egy kicsit vicces, de hát nem vállalok el amúgy semmi realizmust egy ilyen sztoritól. Annyi amúgy látszik, hogy a mangaka, ugyanis ez mangából készült, ért a focihoz és szereti a focit. Ez egy tök érdekes film volt, és élveztem nagyon, és egyébként eye candy is volt, azért néztünk szép srácokat, mondjuk felmesztelenül, hát voltak olyan jelenetek is, szóval, hogy fanszerviz is volt ez a film, de tényleg 100%-osan megértem megnézni, én nagyon szerettem, meg én a Blue Locknak az első évadát is nagyon szerettem, meg aztán a mangát is tovább olvastam, csak ott egy valahol megakadtam, de majd szeretném felvenni a fonalat. Most nehezen találom a szavakat, ugyanis egy olyan anime jön, ami így összetörte a szívemet, és csodálatos volt, de összetörte a szívemet, és ez pedig a Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans-nek az első és második évada. Tényleg nem találok szavakat, annyira zseniális volt ez az anime. Ez egyébként egy meha anime, ahol a Földön kívül vannak kolóniák, például a Mars is ilyen, és a Mars az eléggé függ még mindig a Földtől, és a földiek kizsákmányolják a marsiakat, és a Marson él egy csapat gyerek, akiket így kb. Ilyen félrabszolgáként tartanak, vagy ilyen gyerekkatonaként minimális fizetéssel, és egyszer csak fellázadnak a felnőttek ellen, és átveszik az irányítást, és megalakítják a saját zsoldos csapatukat, és az első küldetésük az lesz, hogy Kudéliát, aki egy ilyen forradalmár lány, de hogy nem fegyveres forradalmat szeretne, csak hogy a marsi függetlenségért harcol így a saját eszközeivel, elkísérjék a földre egy tárgyalásra. És itt annyi minden történik, annyi traumája van mindenkinek, ugye kezelik ezt az egész gyerekkatona dolgot, az egész bajtársiasságot, barátságot, történnek nagyon sok kegyetlenségek, vannak kompetens és támogató felnőttek, de amúgy alapvetően a legtöbb felnőtt az ki használja és kizsákmányolja ezeket a gyerekeket, vagy shaming-el ellenük.
Szóval nagyon-nagyon komplex az egész, van benne amúgy ilyen politikai csatározás is valamennyi, és nagyon sok karakterrel operál maga a zsoldos gyerekcsapatunk is, nagyon sok karakterből áll, meg ugye vannak az ellenfelek is, és igazából most így nem is akarok mindenkiről beszélni, mert nem is tudok, és ez a videó már így is marha hosszú, de a lényege az, hogy vannak benne nagyon menő harcok, és nagyon-nagyon-nagyon szívmarkoló jelenetek, tehát, hogy így konkrétan történik az első évad közepében történik az első ilyen nagy, ami megüt, és utána így kb. Folyamatosan. Tehát, hogy fú, nagyon-nagyon kegyetlen volt, és voltak pillanatok, amikor érezted, hogy ez jönni fog, és nagyon fájt. És olyan is volt, hogy nem érezted, hogy jönni fog, és rettenetesen fájt. Tényleg. És mégis végignéztem, és mégis azt mondom, hogy csodálatos volt végignézni, pedig én nem szeretem, ha fáj, de ez egyszerűen szenzációs volt. Tudom, hogy nem túl értelmes, amit mondok, de hogy anélkül, hogy szétszpoilerezném az egészet, mert pedig nem akarom szétszpoilerezni az egészet, anélkül nem tudok értelmesebben beszélni, csak így szeretném átadni az érzést, hogy ez mennyire csodálatos volt. Amúgy az animáció is tök jó volt, a zene is tök jó volt, a karakterek nagyon jók voltak, a történet így nagyon jó volt, az üzenetek nagyon jól ki voltak dolgozva, fú, tényleg a motivációk is nagyon király volt. Azért megemlítek egy-két karaktert, aki fontos volt. Ott van a, talán őt hívnám a főszereplőnek, Mikát, aki a Gundamnek lesz a pilótája, és az ő személyisége nagyon-nagyon érdekes volt, hogy kicsit sztoikusnak tűnt sokszor, de közben meg nagyon is érzett, és nagyon is elpattant az agya mondjuk az ilyen lovagiasság dolgoktól, ami teljesen jogos volt a részéről, hogy ezeket a bullshiteken kiakadt, amikor az összes felnőtt korában őket szemétként kezelte. Úgyhogy, ja, őt nagyon kedveltem, és egyébként neki az volt, hogy ő feltétlenül bízott orgában a vezetőjükben, és akkor neki az volt a célja, hogy Orgának a céljait valósítsa meg, és neki segítsen. És Orga szerintem egy nagyon-nagyon jó vezető karakter volt. Láthattuk, ahogy Mika folyamatosan pusolja őt, hogy jobb legyen, így némán, de hogy ő érzi ennek a felelősségét, és közben felelősséget kell vállalnia a többi tiniért és gyerekért is, és meg kell hoznia azokat a nehéz döntéseket, ami sokuknak a halálával jár, úgyhogy szerintem az ő szála is nagyon-nagyon jól ki lett bontva. És még egy karakter van, akit mindenképp megemlítenék, ez pedig McGillis, aki ilyen antagonista szerepet töltött be, és szerintem az ő karaktere zseniális volt. Talán az egyik legjobb ilyen antagonista karakter, akit így valaha láttam animében. Nagyon-nagyon érdekes volt, jó volt, az íve is jó volt. Szerintem, hát a legvégén tök érdekes volt, hogy, de nem mondom el, hogy elmondjam. Hát csukjátok be a fületeket egy olyan 20 másodpercre, hogyha nem érdekel, vagy hogyha nem akartok spoilert. Szóval, hogy a legvégén én azt hittem, hogy még elő fog húzni valamit a kalapból, de nem sikerült neki, szóval, hogy ez is tök érdekes volt ez az ív, amit lehoztak tőle, hogy nem ez az a zseni karakter, aki mi mindenből kivágja magát, még a legrosszabb szituban is, hogy tényleg nagyon jó, tényleg nagyon ügyesen ravaszkodik, és éri el azt, amit akar, de hogy nem tudott elszakadni a vágyaitól, amikor félrementek a dolgok a terveihez képest, és akkor is kitartott mellette, és szerintem ő valahol belül tudta, hogy ez már veszett úgy, de mégis teljesen úgy viselkedett, mint aki teljesen biztos benne, hogy ő nyerni fog a végére, és nem spoilerezek tovább, szóval, hogy ez nagyon érdekes volt benne. Ha a második évad lezárásáról akarunk beszélni, ami egyébként lezárta a sztorit, tehát hogy ez egy teljesen egész kerek sztori, hát én ott nagyon ki voltam akadva, hogyha lett volna időm megemészteni, és nem kellett volna elrohannom egy kutyás programra,
akkor ezzel lehet, hogy sírtam volna, pedig én nem szoktam sírni az ilyesmin. Kemény volt, nagyon kemény volt. Úgyhogy, fú, tényleg csodálatos volt ez az egész. Amúgy volt benne egy hárem is, egy konkrét hárem. Volt egy olyan ilyen szervezetvezető, akinek a hajóján csak a szeretői utaztak, és ők voltak a legénység. Szerintem ez is tök érdekes volt, és nagyon jól ki lett fejtve, el lett magyarázva, hogy ez hogy alakult ki. Ilyet se láttam még. Ja, szóval ezt nagyon élveztem, és amúgy ezt nekem a Magbatonos Discord szerveren ajánlották, amit Renivel közösen alapítottunk meg, és ezért is megéri, hogy megalapítottuk ezt a Discord szervert, ahol főleg animékről, mangákról, webtoonokról és ilyesmikről beszélgetünk, meg amúgy ázsiai sorozatokról is, csak most éppen egyikünk sem néz egyet se, mert el vagyunk merülve az animék és a mangák világába, és ilyen nagyon-nagyon király ajánlásokat lehet kapni. Tényleg, hogyha nem ajánlják ott nekem többen is, és mondják, hogy mennyire szenzációs, akkor én ezt szerintem nem néztem volna meg, hiába szeretem amúgy a Mecha animéket, nem keresem őket, de hogy már sokat láttam, és általában szerettem őket. Szóval örülök, hogy van ez a Discord szerver, és amúgy ti is nyugodtan csatlakozhattok, hogyha szeretnétek beszélni ilyen animés és mangás dolgokról, a linket megtalálhatjátok a videó alatti leírásban. És amúgy már így majdnem a videónak a végére értünk, még csak egy dologgal tartozom nektek, ami pedig a FreeRAM. Többen is írtátok, és említettem a FreeRAM-t az előző videómban, hogy a FreeRAM az mennyire csodálatos, az öcsém is teljesen odáig van érte, és így mondtam, hogyha legközelebb elkezdek animét, ez a FreeRAM lesz. És ugye láthattátok, hogy most nem ejtettem szót eddig a FreeRAM-ről, és ez amiatt van, hogy én megnéztem belőle másfél részt, és untam. Lehet, hogy én voltam rossz állapotban, amikor elkezdtem, és nagyon nem volt hozzá hangulatom, de én nem bírtam, tehát hogy láttam, hogy gyönyörű a zene, láttam, hogy gyönyörű az animáció, láttam, hogy különleges a történet, hogy ez az utazás van a fókuszban, és lesz a fókuszban, de én nem. Tehát, hogy amikor én ezt elkezdtem nézni, akkor én valami olyanra vágytam, aminek feszesebb a cselekménye, és untam, sajnálom, de ez a helyzet, szégyellem magam, mert tényleg mindenki odáig van a FreeRAM-ért, de én nem jutottam túl másfél részen, és lehet, hogyha még erőltettem volna, akkor egyszer csak elkapott volna a hangulata, de amikor megpróbálkoztam vele, akkor nem sikerült, és nem ígérem, hogy fogom még majd próbálni, de hogyha majd esetleg olyan hangulatban leszek, hogy így ez a lenyugodott, éppen valami nyugodt, lassú folyású dologra van szükségem, akkor ezt majd előveszem, de amúgy ritkán szoktam ilyen hangulatban lenni, úgyhogy majd meglátjuk. Kicsit szégyellem magam, tudom, hogy szégyen, de ez van, sajnálom, én megpróbáltam. Nem tudom, hogy beszéltem-e az egyik animéről, amit felírtam. Teljesen kiesett az agyamból, hogy én beszéltem-e róla. Ezt most lecsekkolom. Kiderült, hogy jól emlékeztem, hogy elfelejtettem beszélni az egyik animéről, amit felírtam. Igaz, hogy listát írtam, de még úgy látszik, hogy egy listát sem vagyok képes követni. Mindegy. Akkor most. Volt még egy anime a tavaszi szezonból, amit megnéztem. Ennek pedig az a címe, hogy An Archdemon's Dilemma, How to Love Your Elf Bride. Ja, szóval ezt is megnéztem. Ez egy ilyen mix anime, fantasy anime, nem iszekány, csak simán fantazi, és itt van egy erős mágus, aki egy aukción meglát egy elf rabszolgát, és azonnal beleszeret, és elkölti rá az összes pénzét, de megveszi, és igazából a kettőjük kapcsolatán van a fókusz, vagy azon is van a fókusz, de hogy mellette vannak mellékszálak, itt tűnnek fel új karakterek, akkor éppen epizódikusan az ő dilemmáikkal foglalkozunk, és amúgy ez egy ilyen kis, volt benne egy kis akció, volt benne egy kis mágia, volt benne egy kis esetlen romantika, volt benne egy kis gyereknevelés, meg ilyesmi, szóval, hogy minden is volt ebben az animében, és semmi nagyon extra átütő nem volt, a zene átlagos volt, az animáció átlagos volt, a történet átlagos volt, de hogy szerintem nagyon jól volt összekeverve, szóval ez egy teljesen
élvezhető, de átlagos fantasy darab, szóval, hogyha szeretitek az ilyen esetlen románcot, akkor ezt tudom ajánlani, szerintem ez jó volt, én ezzel jól elszórakoztam, és be is fejeztem. És akkor most már tényleg a videónak a végére értünk. Gratulálok azoknak, akik kitartottak, és köszönöm szépen a türelmeteket és a figyelmeteket. Terveztem volna ebbe a videóba még berakni, hogy mik azok a nyári szezonos animék, amik érdekelnek. Hogyha esetleg érdekeltiteket egy ilyen videó, akkor írjátok meg, és akkor felveszem annak ellenére, hogy már azért néhány héttel benne vagyunk. De amúgy lehet, hogy majd ugyanígy egy ilyen 3 hónap múlva csinálok majd egy ilyen összegzést, hogy miket néztem meg konkrétan a nyári szezonból, mert végül is nagyon sokan vannak, akik így hozzák ezt a mit tervezek megnézni az idei szezonban, és mikre figyeljetek videókat. Például az Anime Egyetem vagy Fire Rejectnél is láttam ilyet, szóval valószínű, hogy egyébként nincs már szükség rá, hogy én egy ilyen videót csináljak. Bár lehet, hogy egyébként az anime összegzős véleményeimre sincs, amilyen összeszedetlen vagyok néha, de nekem ez tök jó, hogy majd vissza tudom nézni később, hogy amúgy miket néztem, és mi volt a véleményem róluk. Szóval, hogy ez egy ilyen kis videónapló, de hogyha titeket szórakoztat, akkor meg az extrán jó. Kíváncsi vagyok, hogy ti mit néztetek meg a tavaszi szezonból, mi volt a kedvencetek, és arra is kíváncsi vagyok, hogy a nyáriból mi az, amit a legjobban vártatok, vagy hogyha még nem kezdődött el, akkor amit a legjobban vártok. Köszönöm, hogy velem tartottatok, legyen szép hetetek, sziasztok!